Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. December 2-án kinyílik egy égi kapu a plejádok felé. Egy portál nap lesz. Ezen az estén tartok egy szertartást, ami este 11 órakor indul. E-mailen keresztül jelentkezhetsz erre a szertartásra. Az energiai egyensúly az 4000 forint. Mi történik ezen a napon, mire kell odafigyelni, erről most beszámolok ebben a felvételben. A forrás az a maja naptár, hiszen ők számították ki annak idején, hogy melyik napokon van a mi földünk összeköttetésben a plejádokkal. A plejádoknál a központi nap az Alkioné. Lefordítva az egy királynőt jelent, aki győz a gonoszságuk felett. Tehát ez a szertartás, vagy ez a nap kihat arra is, hogy legyen győzelem, és legyen meg ez a béke, hogy az isteni hatalom segíteni tud most nekünk, hiszen kinyílik ez a kapu, és ez egy finom energiamező. Nem csak a győzelem a gonoszság felett érezhető ezen a napon, hanem ennek az energiának van gyógyító hatása is. Mivel a maják számították ezt ki, tehát onnan van ez az információ, és ebben a maja naptárban erről beszámolok naponta a Facebook oldalamon, ha érdekel, akkor ott naponta olvashatod, hogy melyik hullámban vagyunk, melyik nap hogy hat ki ránk. Ezt megtalálod Dendera Susanna Medici néven a Facebook oldalamon. Ebben a maja naptárban vannak hullámok, vagy rezgések, és egy hullám 13 napig tart. Ez olyan, mint nálunk a hét. 2-án, december 2-án, ezen a napon a 11. nap van a 20. hullámban. A 20-as szám, ez a 20-as hullám, ez jelent kapcsolatokat, vagy szerződéseket. Itt közösen lehet valamit kialakítani, kiépíteni. A 11. nap, a 11-es szám az a mestereknek a száma. Tehát itt most meg lehet bizonyos dolgokat oldani. Vannak jó kapcsolatok, előnyös szerződések, a párkapcsolatban meg lesz egy stabil helyzet, és ezzel a mester számmal most lehet valamit rendezni a környezetünkben. Egy stabil párkapcsolatot, sikereket a munkahelyen, vagy egy stabil anyagi helyzetet, jó szerződéseket. Minden nap ebben a maja kalendáriumban van egy szimbólum, és ennek is megvan a jelentősége. Ezen a portál napon Etznáb uralkodik. Etznáb lefordítva tükröt jelent. Most belenézhetünk a tükörbe, megnézzük azt, hogy milyen a külsőnk, mit lehetne változtatni, vagy maradjunk így, ahogy van. Persze, ez lehet cselekvés is, amikor jó dolgokat tettünk meg, tehát büszkén belenézhetünk a tükörbe. Ez a tükör jelenthet kapcsolatokat is, amikor valaki tükröz számunkra valamit,
és bele kell nézni ebbe a tükörbe, odafigyelni, hogy ki milyen szándékokkal közeledik hozzánk. Mit tükröz ez számunkra? Kihat a párkapcsolatra is, sőt, én mondanám, hogy itt egy ikerláng kapcsolatról van szó, hiszen te tükrözöl számára valamit, ő tükröz számodra valamit, itt megvan a kapcsolat, a segítség, te segíted őt, vagy ő segít téged, hiszen ez a tükör fontos dolgokat közöl most velünk. Vagy az is lehet, hogy mi akarunk másokkal közölni fontos dolgokat, mi tükrözzünk valakinek valamit. Ezek lehetnek baráti kapcsolatok, családi kapcsolat, munkahelyi helyzet, vagy kihat a párkapcsolatra, erre az ikerláng szerelemre. Hogy minden jól alakuljon, hogy legyenek fontos beszélgetések, szerződések, jó kapcsolatok, hogy uralkodjunk a helyzet felett mesterien, hiszen a mester számhat, és hogy tudjunk valakinek bizonyos dolgokat tükrözni, ami jelenleg fontos, és az is fontos, hogy mások ezt észrevegyék, odafigyeljenek arra, amit mi közlünk másokkal, vagy az is lehet, hogy van külső befolyás, és ez lehet fontos számunkra, hogy itt világosan lássuk a dolgokat, és legyenek előnyös szerződések, beszélgetések, kapcsolatok, és hogy győzzünk a gonoszság felett, hiszen ez a portálnak kihat erre a témára is, hiszen Alkyone uralkodik ezen a napon, a királynő, aki győz a gonoszság felett, tehát megvan ez az isteni beavatkozás, és lehet, hogy ez tükröződik számunkra valamit. Természetesen ezeknél a dolgoknál segít ez a szertartás, aminek gyógyító ereje is van. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!